Civil szervezetek fogtak össze a bírói függetlenség védelméért. Ugyan az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a bírák kényszernyugdíjazásáról szóló rendelkezést, a bírói vezetők mégis átadták a felmentésről szóló értesítést azoknak a bíráknak is, akiknek évvégéig kellene nyugdíjba vonulniuk. Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért ezért petícióban követelik, hogy az eltávolított bírákat helyezzék vissza hivatalukba, és a magyar állam a bírói függetlenség szervezeti garanciáit maradéktalanul állítsa helyre. Vendégem Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság programvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem csak ezt követelik egyébként, hanem azt is követelik, és ez is az egyik érdekes mozzanat az önök felhívásában, hogy a bírói kar tanúsítson nagyobb szolidaritást kényszernyugdíjazott társaival szemben. Tényleg érdekes egyébként ez a felvetés, hiszen azt gondolná az ember, hogy egy ilyen helyzetben a kollégák megszólalnak, és ez mintha nem történt volna meg, de ön szerint miért? Arra talán lehet emlékezni, hogy amikor ez az egész ötlet kiderült, tehát hogy 62 éves koruktól kényszernyugdíjazzák a bírákat, akkor tavaly áprilisban a bírói kar egyébként adott ki egy közös nyilatkozatot. Akkor ugye még előző vezetés volt, hiszen most azóta kényszernyugdíjazott bírák már nincsenek De most, amikor megszületett az Alkotmánybíróság döntése, ezt még megelőlegezte Handó Tünde, az OBH vezetője, azzal, hogy egyébként mindegy, hogy mit döntenek, majd Orbán Viktor másnap közölte, hogy a rendszer nem változik, akkor nem szólaltak meg a bírók. Hát erre utal a mi petíciónk is számunkra, ez érthetlen, hogy nem csak arról van szó, hogy nem szólaltak meg a bírók, mi nyilván kapcsolatban állunk olyan bírákkal, akiket egyébként elküldtek, és beszámolnak azért is, hogy nem is érzik sokszor azt a fajta kollegialitást vagy szolidaritást, amit ilyen esetben elvárnának. De miért nem ön szerint? Hát jobban ismerik ezt a szakmát, hiszen önök is alapvetően azért sokan jogászok. Nem tudok erre válaszolni, ugyanis szerintem nem lehet az a szerepfelfogásból nem fakadhat, vagy az alkotmányi státuszból nem fakadhat az, hogy ilyen esetben nem adhatnának a keret olyan petíciót, mint amit mi adtunk ki, tehát egy ugyanilyen tartalmot, hiszen másfél évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy el fogják őket küldeni, akkor megtették. Ugye azóta azért nagyon sok minden változott, azóta kiderült, hogy ezt a Velencei Bizottság nem tartja a helyén lévőnek, kötelezettségszegés eljárás indult az Európai Unió Bíróság előtt Magyarországgal szemben emiatt, és azóta az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy alkotmányellenes. Hogyha ennek ellenére folytatódik, illetve végrehajtják ezt a tervet, az azért eléggé védhetetlen, és tényleg nem tudok választ adni rá, hogy a bírósági vezetők, az új bírósági vezetés miért nem tartja indokoltnak azt, hogy ilyen esetben hasonló tartalommal felszólaljon. Hát vagy hogy akár egyszerűen csak maguk a bírák, a bírói kar, mert nem gondolja, hogy meg kéne szólalni. De egyébként az Alkotmánybíróság maga lehetett volna hatékonyabb, tehát megtalálhatták volna jobban, ügyesebben a módját annak, hogy ezt a rendelkezést tényleg hatályon kívül helyezik, tényleg semmi is legyen? Annál jobban nem lehet megsemmisíteni, mint hogy megsemmisítik. Viszont nyilvánvalóan lehetett volna az AB hatékonyabb. Teljesen érthetetlen. Például, ha korábban dönt, nem? Az egy kérdés, szerintem abban nem menjünk bele, hogyha korábban dönt, akkor más a helyzet. A döntésnek az alapvető probléma az, hogy van benne egy olyan bekezdés, ami arról szól, hogy annak ellenére, hogy visszamenőleges hatállyal semmisítik meg ezt a rendelkezést, annak ellenére az egyedi felmentésekre már nincs döntése, vagy nincsen kihatása ennek a döntésnek, ami tulajdonképpen egy értelmetlen állítás. Hogyha nem mondja ki, ha nincs benne ez az egybekezdés, hogy az egyedi felmentések nem semmisek, akkor egyértelműen az következik a döntésből, hogy semmisek az egyedi felmentések, de én, ha én lettem volna alkotmánybíró, akkor bizonyosan azt írom bele, hogy ebből az is következik, hogy a visszamenőleges hatállyal megsemmisített törvény alapján felmentett bírák felmentése is semmi, hiszen maga az a felmentő okirat, ami alapján megszűnik a bíráknak a jogviszonya, annak a törvényi alapja szűnik meg, tehát logikus jogi következmény az, hogy maga a felmentés is semmis. Mondom, ha nem írják bele azt, hogy nincs ez a jogi következmény, vagy kifejezetten beleírják, akkor abból egyértelműen az következett volna, hogy vissza kell helyezni a bírákat, így nem. És most, hogy az került bele, és csak az, ami belekerült, van még bármi további jogorvoslatra lehetőség?
jogi úton. Az egyéni pereken kívül természetesen. Nincs. Tehát ugye itt nyilván vége az alkotmányosan abban az értelemben, hogy az derült ki, hogy a jelenlegi alkotmányos keretrendszer ez nem biztosít védelmet arra az esetre, hogyha a bírákat a végrehajtó hatalom el akarja távolítani, akkor el tudja távolítani. Ugye munkaügyi perekről lesz szó, ezt mondta egyébként Handó Tünde is, meg sokan, hogy hát akkor tessék egyénileg elindítani ezeket az eljárásokat. Itt az állását is visszakaphatja valaki, esetleg csak a státuszát, de nem feltétlenül a bírói pulpitust, vagy gyakorlatilag csak kártérítésben reménykedhetne. Munkaügyi perben lehet kérni a visszahelyezést is állásba. Ugye az a probléma, hogy ez a rendszerben ütött sebeket, ha szabad ilyen patetikusan fogalmazni, nem nagyon fogja korrigálni, hogy itt arról van szó, hogy mindenkinek joga van a törvényes bírájához. Abban a 40 ezer ügyben, amiben át kellett szignálni az ügyeket új bírához, abban például már nem lehet ugyanezekkel a bírókkal lefolytatni az eljárásokat. Az, hogy esetleg 2-3 év múlva majd kimondja a munkaügyi bíróság, ezeknek az embereknek egyébként joguk van visszahelyezést kapniuk, azért nem biztos, hogy egyébként az érdemi jogsérelmet már pontosan tudják majd reparálni. Kártérítésre mindenféleképpen alappal számíthatnak igény, de ezt a jogsértést már nem lehet valójában helyrehozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.